Valaki? Most már élőben van, elutasítom. Jó. Na akkor na, élőben jó. Vagyunk. Tehát akkor gyere, gyere. Itt van, sziasztok, Sebiz a Káros utak. Ugye Pestről jövett haza, hát hol nyilvánítanák véleményt? Ismét az 51-es körzetből, ugye honnan Kövér László kitiltott Anitát, Póka Lacit, Marikát és engem. És hát itt húztuk fel a tiltott zónát, innen még van egy méter drát is oda befelé, és hát most itt állunk. Közben ugye 50 méteres körzetben vagyunk kitiltva, de most itt, akik még nincsenek, azok összekötötték a végrehajtás és a diktatúra plakátokat. Hát az 50 méter nem volt elég, akkor 100 méteres 102 méteres vélemény nyilvánító plakát sorozattal mennek itt a harcostársak. Közben szeretnék nektek felolvasni két levélből. Az egyik az, hogy amikor benn voltam, ezt múlt héten kaptam, a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán meghallgatás véget, akkor én egy kérelemmel fordultam a rendőrséghez, hogy vizsgálják meg Kövér László mekkora felelősséggel bír az Inácsi tragédiával kapcsolatosan, és hogy mekkora kompetenciája van neki, mivel ő az egyik főmétorság a végrehajtások, kilakoltatások leállításával kapcsolatosan. Visszaírt nekem az ügyészség, hogy felolvasom ezt, az országgyűlésről szóló 2012 évi 36. törvény határozza meg az országgyűlés elnökének hatáskörét és feladatait, amelyek közé a végrehajtási eljárások leállítása nem tartozik, így a jegyzőkönyvben kifogásoltak sem a BTK 305 paragrafusának A pontjában meghatározott, sem pedig más a BTK különös részében büntetni rendelt bűncselekmény tényállás szerűségére nem utalnak. Tehát most gyakorlatilag akkor vélemény, akkor hogy kell ezt értelmezni, hogyha alaptörvényt módosítanak és új alaptörvényeket hoznak létre, akkor ott megvan a kompetenciájuk, hiszen ők hozzák a törvényeket, ők másítják meg, és én szerintem ők, nekik meg is van erre a kompetenciájuk, hogy a végrehajtási kirakoltatásokat állítsák meg. A másik, ez lett volna az egyik. A másik, ezt a budapesti 5 és 13. kerületi ügyészségről kaptam, ez egy indítvány az ügyész részéről, hogy ugye itt 4 hónapra ki vagyunk tiltva négyen, tehát még egyszer mondom, Póka Laci, Janita, Marika, meg én a Nyár utcából, Szigetszent Miklóson. 50 méter jobbra, 50 méter balra állapították meg a kitiltásnak a távolságát. Ez mivel reklamálta, hogy az 51. méterig eljöttünk, és olyanokat írnak be, hogy a Nyár utca mindkét irányából a sértettek otthonától számított 51-51 méter távolságba folytatták a korábbi háborgató cselekményüket. Milyen háborgató cselekményt tudok innen folytatni? Az elkövetési ideje alatt a sértettek otthonát kizárólag a gyanúsítottak mellett elhagyva lehetett megközelíteni. A gyanúsítottak a sértettek otthonát az utcán mindkét irányból bekerítették. Hol lehet, mit kerítettem innen? Itt álltam. Na mindegy, ez. És most az ügyész azt indítványozta, hogy az 50 métert emeljék föl, 1 kilométeres körzetbe, hát ez abszolút nevetséges dolognak tartom, tehát akkor mi történik itt? És ha ezt most megint fogja szavazni a bíróság, akkor viszont tényleg ez az igazság, ami ide van írva, láthatjátok. Hát én ennyit szerettem volna innen mondani nektek, de annyit tudok még nektek útmutatásul adni, akinek nem tetszik ez a dolog, ami most van, és úgy gondolja, hogy a regnáló hatalommal nincs megelégedve, a Nyár utca részükre nincs lezárva, kitiltva, úgyhogy véleményt bárhol, bármikor lehet véleményt nyilvánítani. Hát éljetek vele, én erre tudok mindenkit buzdítani. Én most sajnos 4 hónapig nem tudok ide bevenni, és utána valószínű 4 hónap után csak egy felülvizsgálati törvényszéki tanács ismét azt mondja, hogy 4 hónapig nem mehetünk be. Mert ugye valaki a kormány oszlopos, bankárkormány oszlopos tagja, akkor ezek történnek, ha igen. Szólsz, mersz tenni azért, mert valami történik. Úgyhogy, gyerekek, egészségetekre, és mi akkor... továbbra is őrizzük a határvonalát. Mert hogy 50 méteren belül így működik a diktatúra. De gyerekek, ez nem lenne így, ha még megfogadnátok azt, ami az Irénke hátámban, hogy ne fizess, pörölj, tiltakozz, de hát nem teszel semmit, csak éppen a levegőt fogyasztod, és várod, hogy majd a végrehajtó kopogtat a házadon. Úgyhogy
Tehát elköszöntünk a másik 51 méteren a két kitiltott golcsházas pártól, akik szintén Magyarország diktatúra, mert most itten 251 méteren belül igazi diktatúra működik, mert hogy gyakorlatilag ők még itt az utcán sem mehetnek át. Magyarul Kövér László országgyűlés, házelnök, stb. Úgy rendelkezett, hogy a közterület is az övé, gyakorlatilag minden az övéké. És ezt köszönhetitek annak, hogy ezt hagytuk, hagytátok. Én ugyan nem hagytam, mert mióta tudom, azóta teszek ellene, de hát mondjuk azt is, hogy egy fecske nem csinál nyarat, így aztán a diktatúra csak épülgetett. Egyre hosszabb lesz. Nem csak egyre hosszabb lesz, egyre rosszabb lesz. Egyre rosszabb is lesz. Igen. És bizony majd nem soká folytogat téged is, őt is. Mert ugye Orbán politikáját azt tudjuk milyen. Ma te, holnap ő, holnap után ők. Itt nincs mese, ezt nem ússza meg senki. És akkor elérkeztünk, újra visszatértünk a kiinduló pontú 51 méterünkhöz, ahol ugye megint 100 méteren belül sok-sok és nagy-nagy diktatúra van folyamatban. Így van. Gyakorlatilag, kedves nézők, nem tudom, mi hangzott el a másik végén, mert most akkora Magyarországon a diktatúra, hogy az egyik végétől éppen, hogy el lehet látni a másikra. Nem tudom, ti látjátok-e, ahol Ferdinándék kihúzták a Magyarország diktatúra feliratot. Anita pedig itt, tehát Anitájét látjátok. Marikájék ott nagyon messze van az a diktatúra. Tehát ekkora a diktatúra most itt a Nyár utcában, Sziget-Szent Miklóson, és ez a diktatúra az, amit 20-szorosára akarnak felemelni, tehát a mostani 50 métert 1000 méterre akarják, hogy Kövérék még csak véletlenül se tudják meg, hogy mi a véleményünk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem kell hagyni. Nyilván nem tudnák megtenni, ha minden nap százak és ezrek jönnének el a Nyár utcába, akik ugye nincsenek kitiltva innen, akkor szerintem ezt simán el lehetne zavarni az egész Orbán kormány Kövérestől, Rezsi Szilárdostól és mindenkistől, sőt a mostani ellenzéki politikusokat is. Nagyon fontos ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz csak egy valamire van szükség, hogy te magad is tegyél ellene. Nagyon fontos, hogy cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé. Hajrá!